Az Európai Unió tanácsa elfogadta a közös agrárpolitika következő két évre vonatkozó átmeneti rendeleteit. A jogszabály így lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatások a jelenlegi formában működjenek jövőre is, 2022-ben is. Az Európai Bizottság eredetileg egy éves átmeneti időszakot javasolt volna, ez a felkészülési idő azonban a gazdálkodóknak és a támogatásokat működtető intézményrendszereknek is kevés lett volna az átállásra. Az agrárminiszter a vendégünk. Köszönöm szépen, így van, Nagy István agrárminiszter a beszélgetőpartnerem a következő percekben. Jó reggelt kívánok, miniszter úr! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Röviden akkor egy picit beszéljünk, ne az átmeneti időszakról, hanem arról, hogy 2023-ban indul ez a bizonyos új közös agrárpolitika. Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy mindaz a támogatási forma és annak a mikéntje, az onnantól lesz érvényes, hiszen most 20-27-től lesz egy új ciklus, egy új 7 éves finanszírozási forma is mód, és gyakorlatilag ahhoz, hogy erre föl lehessen készülni, az új finanszírozási formákat be lehessen vezetni, ehhez kellett a két év átmenet idő. Hiszen későn fogadták el a miniszterelnököknek a tanácsa a nagy költségvetést, ezután lehetett csak az agrárköltségvetést elfogadni, és aztán ezen belül lehetett meghatározni azt, hogy milyen módon, azaz mik azok a fiókok, amelyek ebbe a szekrénybe vannak, ami a költségvetést jelenti, mik azok a módok, ahogyan ki lehet fizetni. Hiszen rengeteg olyan szakmai és társadalmi elvárás is van, aminek meg kell felelni. Hiszen itt a társadalomnak a, a környezetvédelmi, a zöld elvárásait teljesíteni kell, és természetesen a gazdáknak a versenyképes termelését is e, támogatni kell. Az, hogy ezt összhangba tudjuk hozni, ehhez kell az átmeneti idő. Hosszú-hosszú ideig ment a vita arról, hogy egy év vagy két év legyen ez az átmeneti. Az, időszak. az Európai Bizottság először egy évet javasolt, de aztán nagyon nem tetszett ez az uniós tagállamoknak is, egységesen léptek fel. Picit beszélne arról, hogy ez alatt az átmeneti időszak alatt, két év alatt hogyan tudunk hozzájutni a támogatásokhoz, milyen támogatásokhoz változik-e valami? Az átmeneti időszaknak pontosan az a lényege, hogy az megelőző hét évnek a fiókjait húzzuk ki a szekrényből, és abból finanszírozunk, de már az új költségvetésnek a terhére, de még a régi szabályok mentén. Na, hogy ezt mindenki értse, gyakorlatilag, tehát pontosan arról szól a dolog, hogy a változatlan formában fizetjük, és változatlan összegeket fizetjük még két évig a gazdák számára, és ez alatt a két év alatt készítjük fel azt az intézményrendszert, amelyel fizetni tudunk majd gyakorlatilag 23-tól a gazdatászadalom felé. És ekközben azért nagy eredményeket elértünk, valljuk be! Mert az, hogy sikerült megőrizni az átmeneti nemzeti támogatásokat a szarvasmarha ágazatnak, a húsmarha anyatehén és a tejelő szarvasmarháknak, a juh tenyésztők számára az anyajú támogatást, illetve a dohány támogatást, ez is egy óriási dolog, mert ezt abszolút el akarták törölni. Ez, a ez magyar javaslatra is... így került be a tanácsi mellé, tehát ez, ez egy vén-egy magyar siker. Pontosan így van, hiszen ezt Magyarország kezdeményezésére, v támogatással, és sikerült megszerezni hozzá gyakorlatilag az európai többséget, és így lett. Tehát ez azt kell mondjam, tényleg egy nagy siker. És amiben különbözik még, és amiben plusz források jönnek az elkövetkező időszakban, az annak a lehetősége, hogy az európai újjáépítési alapból mintegy 107 milliárd forint érkezik még, és ezt már 21-től gyakorlatilag finanszírozni lehet, fizetni lehet a gazdák számára. Ezt... Na ez az, ami gyakorlatilag kibővíti és egy új lehetőséget ad a magyar agrárium számára is. Így van, ez a koronavírus járvány miatt jár nekünk a helyreállítási alapból. Például egyébként ezt mire lehet költeni, a 107 milliárdot? Ez pontosan így van, és nagyon szeretnénk elérni azt, hogy ebből indulhasson el az öntözésfejlesztésnek egy nagyfokú lendülete, hogy mindaz, amit eddig mi elterveztünk, hogy 10 évre évente 17 milliárdból fejlesztjük, ezt azt szeretnénk elérni, hogy egy sokkal nagyobb volumennel az elkövetkező két esztendőben ezt meg tudjuk sokszorozni, ezt a forrást, tehát mint egy olyan 1 millió, 1 millió eurót e, tudjunk erre költeni az elkövetkező két esztendőben. Ez szerintem egy olyan lehetőség, amelyel a magyar termelés versenyképességét nagymértékben segíteni lehet. Ha már az öntöző rendszereket említette, akkor csatlakozzunk rá arra a témára, hogy az Agrárminisztérium itthon kút amnestiát hirdetett 2023. december 31-ig. Az erről szóló törvénymódosítás gyakorlatilag már meg is jelent. Ez mit takar pontosan ez a törvénymódosítás? Ez sok szempontból könnyítést is jelent egyébként azoknak, akik kutat akarnak fúrni. Ez inkább én úgy fogalmazom, hogy ez lehetővé teszi a felelős vízgazdálkodásnak a kérdését. Hiszen nézzük meg, mi történt eddig. Minden az, ami szabályozási rendszere volt, az a bonyolultság és az a drága uh, kivitelezés, ami uh, eddig jellemezte az öntözőkutakat, az azt eredményezte, hogy mintegy tízezertől százezer darab illegális kút alakult ki Magyarországon. Na, ez minden, csak nem éppen a felelős vízgazdálkodás. Azt szeretnénk lehetővé tenni, és szeretném is kettő tévenni az egész törvénynek a szellemiségét, hogy mindenki megértse, hogy miről szól. Az első része arról szól, hogy hogyan tudjuk kifehéríteni, legalizálni, láthatóvá tenni az eddig meglévő kutakat. Ez az a bizonyos kultamnisztia. Ennek egy feltétele van, be kell jelenteni a gazdáknak, és aki ezt 23. január 1-ig megteszi, az kvázi büntetlenséget élvez. Mi erre megfő forrásokkal olyan digitális okos órákat tudunk szerelni, amelyel mérhetővé tesszük a vízfelhasználását a gazdáknak. Hozzáteszem, mindez csak azokra a kutakra vonatkozik, amely nem ér el az 50 métert, illetve a legfontosabb szabály az első vízzáró réteget. Tehát ivóvízbázist egyáltalán nem szabad, hogy veszélyeztessen. Ugye már van csak felszíni víz, meg felszín alatti víz. Pontosan így elmondani. van. Mert a magyar öntözési rendszert a gazdák számára mi a felszíni vízből szeretnénk öö, megoldani. Hiszen sokkal több víz érkezik Magyarországra, vagy sokkal kevesebb víz érkezik Magyarországra, mint amennyi távozik. Tehát van egy olyan töbletünk, amelyel felelősen gazdálkodni lehet. Ezért, a mezőgazdasági nagymértékű öntözést, amely a gazdák versenyképességét teszi lehetővé, amely az éghajlatváltozásra egy válasz, azt mindenképpen a felszíni csatornákból, a felszínen odavezetett vízből szeretnénk megoldani. Ez önmel a kertészetek, üvegházak, vízigényét és az állattartó telepek vízigényét szolgálja ki, ez amiről most szól gyakorlatilag ez a kutamnisztia. Tehát ez az egyik része, hogy jelentség be a gazdák, büntetlenséget kapnak, legalizáljuk a kutat, mérhetővé, ellenőrizhetővé tesszük az így kinyert vizeket. És innentől jön a másik rész, hogy a 23-tól létesített új kutaknak a kérdését, azt pedig természetesen bejelenteni kell, engedélyeztetni kell, meg fő tervek birtokában lehet majd kivitelezni. Azaz, gyakorlatilag egy olyan ellenőrzött, szabályozott vízkivételt tudnak gazdatásaink nyerni, amelyel aztán biztonsággal tudnak öntözni és termelni. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy versenyképesen lehessen termelni az elkövetkező időszakban. Nagy István agrárminiszter volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Szép napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget!